Gazdasági bizottsági ülésen volt a mai nap a parlamentben, és nagy öröm számomra, hogy a téma, amit mi elkezdtünk másfél évvel ezelőtt erőteljesen kampányolni, már a minimálbér emelésről van szó, hogy legyen nettó 250 000 forint a minimálbér, ez egyre gyakrabban téma, akár a gazdasági bizottságban, akár a parlamentben, akár a közbeszédben, és ez jó. Az már kevésbé jó, hogy olyan javaslatok jönnek, ami különböző ellenzéki meg kormánypártok, amik meg se közelítik a mi javaslatainkat, és gyakorlatilag hát csak konzerválnák a jelenlegi helyzetet egy kis javítással, kis masnival. Ma éppen a Magyar Szocialista Párt azt a határozati javaslatot hozta be, hogy legyen adómentes minimálbér, és ez nagyjából egy olyan 15-20 ezer forinttal növelné a minimálbér értékét. Természetesen javaslatot megszavaztam, de a bizottságban is jeleztem, és most is elmondom nektek, hogy ma Magyarországon ilyen bérek mellett, ilyen infláció mellett egész egyszerűen nem lehet kevesebb a nettó minimálbér, mint 250 ezer forint. Ezért kérjük, hogy szavazzatok az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomra, hogy közösen veletek együtt ki tudjuk harcolni a nettó 250 ezer forintos minimálbért Magyarországon.